Sziasztok! Ma folytatom a Tördést a Távor Dividend Conquer végigjátszásom a Vasút Varda, és itt maradt abba, ugye, hogy elfoglaltam Sarumannal Alcfudot, és ugye meg is kapta a trétet. Igazából Sarumannal ugye meg kell induljak Dunlark irányába. Ő itt marad. Az erősítés pedig ugye követi, vagy ezek az egységek ugye követik Sarumant. És a következő, amit ugye le kell játszanom csatát, az ugye Longboton. És el kell foglalni, ugye. Ám bár... lejátszom, mivel mégiscsak a frakció vezetőről van szó, de kb. Annyi az egész. Igazából nem sok értelme lenne lejátszani, de egyefene. Rendben, én ugye ebből az irányból támadnék. Ám bár a pikások azok maradhatnak itt, meg Berserker. Akkor ugye ezt a kis hobbit falucskát rendkívül könnyű lesz elfoglalni. Igen, ugye ott van a Guardians of Enedwife testőrség. És egyben ugye a frakció vezető. Rendben, berserkerek előre. Az igen, számszerű jászok szedik őket. Az igen, Clansman. Clansman vs. Berserker, hűha. Az úgy vicces. Oké, Samsri Yasuo. Rendben, kicsit közelebb. Várjunk, a tábornok az... A tábornok ott van. Oké. Rá kéne menni ugye az ellenséges tábornokra. Várjunk, ez az egység... Ahogy elnézem, ez az egység nem rendelkezik olyan támadással, ugye, hogy a lövés átmegy a katonán, ugye, és a háttánál lévőt is megsebzi. Ha jól emlékszem, a szekereknek ugye van ilyen képessége. De a Guardians of Enedwight-nak, ahogy elnézem, nincs. Ha
Néhányan meghalnak baráti tűz miatt, számszerű játszok közül. Látszik amúgy, hogy az urukhályok igazából ugye... átlagos izé... a célzásuk, ugye? Szóval nem tudnak célozni igazából. Nagyon gyengén céloznak. És az valójában látszik. Lelövik egymást, plusz ugye... még ugye ilyen közelről is nehezen találják el az ellenséget. Oké, a frakció vezető az rendkívül gyorsan meghalt. És ugye a csapatoknak a morálja az nagyjából már nem is létezik. Oké, egy számszeriász egység irány ide. Ah, oké, az ellenség amúgy igazából legyőzve. Ez amúgy rendkívül gyors volt. Oké. Az erősítésem ugye az nagyobb veszteséget szenvedett. Legtöbb ölés pedig Uruk-hai gyalogos 233. Az erősítésben pedig 194, szintén Uruk-hai gyalogos. Oké. Okay. Jó, mert ugye a számszeriászokkal lehetett szedni az ellenséget. Ó, te jó ég! I respect you, my enemy. Ah. Okay. Come and get me, you coward. Az enedvati klánok megsemmisültek. Igazából sokat nem számít, hiszen a seregeik nagy része megmaradt. Az egyetlen városi őrségek, amik ugye legyengültek, de a seregek, azok mind megmaradtak. Ja. Let us settle matters on the field of battle. Ha, oké. A következő akkor, amit ugye el kellene foglalnom, az... No sleeping here. We have completed an objective. Legyen ez itt. Get ready for fighting. Csak annyi az egész, hogy most ugye könnyebb lesz, mivel, vagy kevesebb lesz a veszteségem, mert ugye a védők is ugye jóval kevesebben vannak. Nem gondoltam volna, hogy megsemmisül a frakció, de így is jó. Igazából... így is úgy is ugye az lett volna, hogy megsemmisül a frakció.
Ez a csata amúgy lehet, hogy vagy ostrom lehet meg lesz veszteség nélkül. Mert ugye elég kevesen vannak. Plusz az egységeik sem annyira erősek. Igen, ugye Woodland Hunters, meg ugye banditák. Oké, irány a főtér, és irány a főtér. Badly bloodied. They have lost half their men. Oké, az ellenséges kapitány ugye meghalt. Eddig még veszteségem nincsen. És talán nem is lesz. Tökéletes. Lelettek ugye mészárolva. Az igen, rengeteg lázadó hajó. Oké, a következő, amit el kéne foglalnom, az Baradvin. Van egy erősebb erősítésük, ám bár igazából erre a seregre nincs szükség. Ők irány erre. Vannak szelszordok, meg downlandingi pikás. És el kell ugye foglaljam Baradvint akkor. Igazából mindegy, hogy lázadók ellen harcolok, vagy Enedvati klánok ellen, mármint ugye a frakció ellen, mert is nem jobbak, vagy nem erősebbek, ugye, a lázadó kezében vannak az egységek. Nagyjából ugyanaz. Várjunk az erősítés. Az ugye... Ki fog térni szerintem erre ugye néhány egység, szóval pikások ide, plusz számszerű jászok, és berzerkerek, meg az urukhágy gyalogosok, ők bemennek. Oké, balliszta egy kicsit közelebb. És lőni kell a tornyot.
Erin Vorn Woodsman. Continue like this, we will smash the effort. Oké, azok a woodsmennek ugye elég gyorsan megtörtek. Oké, az erősítés az pedig lassan, de jön. Oké, itt van egy csapat Grave Flood. Raiders. Oké, tornyok ugye szétlőve, nagyon jó. Talán ugye még van annyi lőszer, hogy ezt is ki tudják lőni, tornyot. Hát bár, hogyha közelebb jönnek, akkor biztosabb. Igen, ugye az előcsatározók azok elég szépen megtizedelték a berserkert. Oké, ezek meg lehet, hogy bejönnek. Oké, ez a két csapat berserker majd fel kell tartsa őket. Ez a csapat berserker vonuljon vissza. Itt ugye amúgy is túl sokan vannak. Oké, meghalt az ellenséges kapitány. Plusz nem tudom, lehet, hogy hallatszott vagy nem hallatszott, de leesett az egyik DVD-s játék a polcról, mi a fene, csak úgy random. Lehet, hogy hallatszott, lehet, hogy nem. Nem tudom. Oké, néhányan bejönnek, néhányan ugye körbe mennek, rendben. Csak úgy random leesett a polcról. Szellemek járnak a szobában. Meg lehet, hogy az Enedvati őseinek a szellemei. Az Enedvati klánok őseinek a szellemei azok. Oké, várjunk. A közelharci egységek bejönnek, az előcsatározók körbe mennek, ugye? Ha jól látom, igen. Van egy csapat Guardians of Enedvite. Bakker. Rendben, jöjjenek a vargok is ide. Oké, irány a főtér. Rendben, ott a Foresters of Halet, és jön a River Elders, plusz ugye a Guardians of Enedvite. Oké, ugye a Guardians of Enedvite-ot azt le kéne támadni, közelharc legyen, ugye?
Transmittering command of the castle. We've lost control of the castle. Oké, íjászokkal ide, és lőni kéne az ellenséges íjászokat. Vagy egész ide, mert ugye innen jobb lenne a rálátás. Oké, ezeket kéne itt hátba támadni, és ugye meg is törnének. Á, ott még jönnek? Oké, akkor íjászok ide. Igen, itt még jön némi Grave Flood Raiders, jaja. Meg még több... Még több előcsatározó, ugye River Elders. Oké, ez a két egység ugye irány ide. Az erősítésnek a kapitánya ugye meghalna, akkor nagyjából fel is adnak a harcot, ha minden igaz. Csak ugye a fene tudja, hogy hol van a kapitány. Ja, ha számszerű játszok, ezeket itt lemészárolják, de csúnyán. Pont oldalba lövik őket. Ujjjjjjjj. Ez nagyon szép volt. Oké, ugye van néhány egység, ami megtört, de be vannak bugolva. Ezeket ugye le tudom szedni az íjászokkal, szóval oké. Itt pedig... lassan, de le lesznek győzve. Amúgy várjuk, a tábornok azt hiszem itt van, mert ugye... mivel a frakció megsemmisült, így a tábornoki testőrség most már Sellsword, ugye? És itt vannak Sellswordok. Badly bloodied.
Oké, ugye milyen a főtér lejárt az idő, úgymond győztünk, de igazából a csatának csak akkor van vége, az utolsó ember is meghalt középföldén. És ugye középföldét meghódítják az Uruk-hájok. Vagyis igazából Saruman. Mert ugye ő a vezető. Ezzel a Samsriyász egységgel ide. És ez az egység szintén, mert ugye kéne lelőni ezeket az íjászokat. Az egységnek ugye a felét nagyjából lelőtték. Várjunk, itt valójában két csapat van. Ja, igazából itt két íjász egység van. Irány ugye erre. Vagy inkább ez az egység ide, mert ugye ezek közelebb vannak. És ez az egység ide. Oké, okay, na végre. Most már ugye elkezdik feladni a harcot. Oké, okay, irány inkább közelharc, amúgy is megtörnek. Igen. Oké, okay, amúgy igazából nagyjából végük van. Csak ugye nem adják fel, mert itt van ez a néhány War Chanters, és extra morált ad az egységeknek. Ám bár így is, fel fogják adni a harcot, csak ugye kicsit nehezebben. Oké, itt van még ugye szintén némi War Chanters. Ezek milyenek amúgy? Csak jó a moráljuk, de mégis nagyon kitartóak. Oké, itt ugye... rendben, itt ugye lassan, de fel fogják adni. Na végre, szép. Megtörtek. Oké, okay, most már csak ugye itt maradt ellenség. De lassan már itt sem. Ahhoz képest, hogy tapasztalatlanok és csak jó a moráljuk, szinte mind halálig harcolnak. Igazából ez az egység mind halálig harcolt. Rendben, a legtöbb ölés pedig Uruk-háj gyalogos 418. Az szép. Tökéletes, lett ugye egy újabb terület. Szeretném még ebben a részben elfoglalni Dolvorn. Hát mondjuk... itt is vannak igazából sokan. Most ugye két seregem lenne 1, 2, 3, 4 ellen. Wow, oké, okay, az jó, az jó, az nagyon jó.
arcra fel. Szerintem meg lesz, csak ugye jó nagy vesztesége, de ugye a veszteség az igazából nem olyan lényeges. Á, igen, ugye ez alapból tünde, vagyis hát nem alapból, hanem ugye volt tünde terület, így rendes kőfal van. Ó, várjunk az erősítést, nem az AI irányítja. Az valójában nem gond. Oké, okay, kicsit közelebb kell mennem. Sokan vannak. Sokan vannak, de amondó vagyok, hogy nem elegen. Rendben. Majd ugye itt veszek fel védekező pozíciót, csak ugye be kell törni a kaput, és le kéne rombolni a tornyokat. Oké, arra gondoltam ugye, hogy küldöm is be a berserkereket. Gondolsz, hogy az ellenség már itt van, igen. Oké, lőjük azt a tornyot. És vegyük fel ugye akkor a védekező formációt valahol itt, vagy pozíciót ugye. Kicsit nehéz helyezni az egységeket, az a baj. Oké, a tornyok szétlövése az ugye nagyon fontos. Ó! Ezek kijönnek? Miért jönnek ki? Tornyokat ugye szét kéne lőni, mert ballisztás tornyokról van szó. Oké, itt ugye a berserkerek le fogják mészárolni őket, ami oké. Okay. És... lőjenek a balliszták most már. Oké, ugye a játék azt mondja, hogy itt nem lehet menni. Hogy a francba tudtál mellé? Ilyen... Hogy lőnek messze ilyen közelről, könyörgöm? De már... Oké, már egy balliszta lövedék az ugye elég nagyot sebez. Oké, lőjük azt is. Jön ugye az a rengeteg erősítés. Ajajaj. Itt jön ugye az egyik sereg. Itt a másik. És... itt a harmadik. Ajajaj.
Oké, okay, lassan, de ugye a berserkerek itt legyőzik őket, és bejutunk a városba. Ám bár ezt a tornyot sokkal nehezebben sebzik. Egy lövés mindössze 2-3 százalékot sebez. Igen, 2-t vagy 3-at. Oké, okay, ugye pikásoknak phalanx. Aztán hadd jöjjön az ellenség. Várjunk, én valójában a kapuházat lőttem, nem is a tornyot. Nem mindegy, lőjük azt a tornyot. Szerintem még annyi lőszer van, mert ugye az, ezeken a kis tornyokon, ha minden igaz, valami 15%-ot sebez egy lövés. Nem igaz, 17-et, az szép. Az valójában még ugye jobb is. Oké, okay, jönnek, megérkezett ugye a harci vagon. Ugye ennek a szekeres egységnek ugye speciális támadása van, ami ugye azt jelenti, hogy a lövedék ugye átmegy a katonákon. És ugye többet, több katonát sebez, vagy öl meg. Emlékszem, amikor ugye játszottam az Enedvati klánokkal, akkor ezek a szekerek igazából rendkívül jól teljesítettek. Oké, okay, pont szétlőtték a tornyot, és az egyik kapitánynak annyi. Persze közelharcban ugye a szekerek rendkívül gyorsan meghalnak, de távolsági támadásuk az nagyon erős. Ám bár okoznak veszteséget, nem is keveset. Ja. Sok, sok pikást kilőnek, ajajaj. Oké, okay, csapat be ezzel kell ide, mert itt ugye a jobb szárny az egy kicsit kezdi elnyomni az ellenség. Oh wow, ballisztásokat széjjel lövik, ám bár még mindig jobb, hogy a ballisztásokat lövik, és nem a pikásokat.
Jó lenne, hogyha már lassan bejutnának ezek a berserkerek. Amúgy igen, közeledik a harmadik sereg is. Még a izét is bevetem, ugye a testőrséget egy fene. A legjobb az egész, hogy a kapitányaik, ugye két kapitány már meghalt, ami azt jelenti, hogy az egységek morálja sokkal gyengébb. Ezek fogalma nincs, hogy hova mennek, de oké. A gond ugye az van, hogy, vagy azzal van, ugye, hogy van némi War Chanters, ami ad ugye extra morált. Itt ugye még van egy csomó íjász a falon, meg lent még ugye némi Westron Defenders. Kicsit kéne nyomulni előre. Most már át kéne törni ugye ezeken a védőkön. Oké, okay, amúgy ez az erősítés, ezek nem tudom, hogy merre mennek, vagy miért jönnek erre. Ezek mint hogyha körbe mennének ugye is be a városba. Ami valójában oké. Okay. Két csapat berserkerrel irány a főtér. Mondjuk az kicsit kevés, de mindegy. A számszerű jászok ne lőjenek tovább. Majd a számszerű jászokkal is be kéne menni. Nem is tudom, meg lehet, hogy ebből vereség lesz. Ez itt egy kicsit elég rosszul néz ki. Igazából. Kéne ugye egy jó pozíció, ahol tudom lőni az ellenséget a számszerigyászokkal. Mondjuk van erősítésem, szóval rendben vagyunk. Be is vettem a berserkereket, ballisztásokat, hogyha azokat elveszítem, akkor ugye kapjak erősítést. Igen, számszerű jászok ide. Itt nagyon jó lesz nekik ugye a magaslaton. Az ott nekik nagyon-nagyon jó lesz. Oké, okay, ez a berserker egysége kicsit nagy veszteséget szenvedett el. Oké, bár kezdenek megtörni. Oké,
Oké, meghalt még egy kapitány. Nagyon jó. Itt még... jöjjött, még nagyon sokan vannak igazából. Oké, ez a csapat Uruk-hai gyalogos irány a városba. És irány a főtér berzerkerekkel. Ez az egység szintén, ugye ott van egy 70-es létszámú csapat. Igen, bár jó néhány egység kezd ugye megtörni, igen, itt ugye nagyjából kész vége feladják. Oké, bejött az első erősítés, nagyon jó. Oké, eddig ugye 39%-a veszett oda az ellenségnek, nekem pedig ugye, vagyis most már 40, nekem pedig 19. Szóval annyira nem rossz az arány, ha úgy vesszük. Itt van még ugye némi War Chanters, meg azokat az íjászokat kéne elintézni. Oké, a Westron Defenders az megtörik. Az igen. Te jó ég, valójában ugye az erősítés ott jön be, hol az ellenséges erősítés megy. Hohoho, az gáz. Oké, most ugye, hogy milyen a főtér. Lássuk, hogy fog reagálni az AI. Kicsit jelenleg az AI ugye olyan, hogy csak sétál előre, azt annyi. Nem nagyon tudja ugye, hogy mi legyen. Igen, ugye az AI jelenleg csak sétál körbe. Nagyjából annyit csinál, hogy sétál körbe az AI-hoz, kb. Annyi. Ami nem jó.
Ám bár, hogyha nem fog támadni ugye az AI, akkor ugye... Én megszerzem a főteret, és így is mi győzünk, az kész. Ujjjjj! Ah, ott szekerek vannak. Oké, el onnan. Ó, igen. Itt is szekerek vannak. A laza alakzat az ugye jó az ellen. Lövésekkel szemben. Oké, itt ugye szintén szekereket kéne elintézni. Vagy ott, ugye ott van az a némi Foresters of Hallet. Rendben, legyen az, hogy irány ide. És most már ugye a városban védekezek ellenük. Hát igen, játék is azt mondja, hogy nem állunk valami jól. Ezek itt... Fene tudja, mit csinálnak. Oké, az íjászok megtörtek, nagyon jó. Nem tudják megölni a szekeres egységet. Á, bakker! Á, nem tudják elintézni. Oké, most ugye az a kérdés, hogy megindulnak, vagy nem indulnak meg? Jézus Mária, könyörgöm, mi az eget csinálnak már a számszerű jászaim is, meg mindenki, hogy nem bírják megölni ezt az egy szekerest. Jézusom, nem már! Könyörgöm! Mi az eget csináltok? Na végre vége, ó te jó ég. Amúgy azt hiszem megindulnak. Azt hiszem. Bár ez nem biztos. Annyi az egész, hogy lassan ugye lejár az idő.
Amúgy valójában én győzök, szóval nekem okés, ha lejár az idő. Na várjunk, ezek megindultak, de... De ugye erre jönnek. Oké, ugye az AI az támad, de az erősítésemre megy rá. Hát igazából... Igazából lassan lejár az idő, és amúgy is ugye már győztünk, szóval... Az AI ugye harcolni akar az erősítésem ellen, hát legyen. Nekem igazából mindegy, mert a végén így is úgy is mi győztünk, és ők megsemmisülnek. Oké, amúgy valójában győztünk. Ja. Annyi az egész, ugye, hogy ezt nem szeretem az AI-ban, ugye, hogy város ostromkor, ugye, hogyha én ostromlok egy várost, és az AI-nek ugye van erősítése egy vagy két sereg is, akkor egyszerűen csak mindig megy körbe-körbe, és hogyha én már ugye bent vagyok a városban, akkor ugye az AI már nem is akar bemenni. Sajnos. Pedig ugye az lenne a legjobb, hogyha úgy lenne ugye, hogy az AI minden áron ugye be akar jutni a városba, és el akarja érni a főteret. Valójában ugye az lenne a legjobb. Mert ugye az, hogy körbe-körbe csak megy és várja ugye az AI, hogy te támad meg őt, az valójában nagyon rossz. Na de mindegy, a lényeg az, hogy meg lett ugye Dolvorn is. Igazából ezzel a sereggel irány erre. És... Ó, várjunk, itt csak egy seregem van. Hűha, az érdekes csata lesz. Igen, itt ugye Eredluini lázadók lettek Buzradünben. Ezzel a sereggel ide, mert ott lehet, hogy majd veszítek. Rendben. Arra gondoltam ugye, hogy zárom a videót, és a következő rész pedig... Hát ugye... Arra gondoltam, hogy kéne foglalni... Például elfoglalhatnám Mengalent. Lurccal, ja. The Unstoppable. Igen, el fogom foglalni ugye a következő részben a Mengalent, ugye azzal kezdem, és harcolnék még ezek ellen itt. Elfoglalom Metraitot, utána pedig le kell győzzem azt a néhány sereget. Igen, akkor kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!